Sokan gyűltek össze az újrónafői sportpályán a rossz idő ellenére is augusztus 5-én szombaton, ahol az Együtt erősebbek vagyunk rendezvény sorozat második napját tartották. Az Európai Uniós pályázaton 29.600 eurót nyert a község, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat erősítsék és fejlesszék. Ennek ápolására háromnapos programmal készültek újrónafőn. Mint látható, itt vannak a testvértelepülések, főznek, és egymás kultúrájának, gasztronómiájának megismerése, a kölcsönös beszélgetések, barátságok köttetése, tehát ez a célja ennek az egész rendezvénynek. Az árusok rengeteg portékával várták az érkezőket, ahol a néha szemerkélő eső ellenére az ugrálóvár sem állt üresen. A helyi asszonyok süteményekkel készültek, de volt rétes és a kicsiknek csillámtetkót is készítettek az egyik sátorban. A község alföldi gyökerei miatt minden évben birkapörkölt főzést szervez, ami nagyon sok érdeklődőt vonz. Idén összesen 10 főzőcsapat jelentkezett az eseményre, és a kézműves standokból is egyre több jelent meg a rendezvényen. De nagyon-nagyon örülök neki, hogy ennyien jelentkeztek. Minden évben megszervezzük a birkafőzést és ezeket a dolgokat, de évről évre azt látom, hogy egyre többen vannak, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy mellette a kézművesek is elfogadták a meghívásunkat, a méztől a kosárfonásig, a kézműves termékekig, itt minden megtalálható ezen a rendezvényen. A csapatok már kora reggel nekiálltak az ebédnek, hogy minden időben készen legyen. A helyi birkapörkölt ugyanis idén sem hiányozhatott a kínálatból. 7:30 után nekiálltam hagymát pucolni, 9 órakor elkezdtünk főzni, azóta folyamatosan. Úgyhogy sart talpó vagyunk most már egy hete lassan a rendezvény miatt. A karcagi birkapörkölt bevételét jótékony célra fordították, ugyanis a befolyt összegből a helyi gyermekjátszóteret szeretnék majd bővíteni. Az ételhez 15 kg birkahúst használtak fel 3 kg hagymával. Alapjában úgy felrakjuk az összes pörköltet, úgy, ahogy eddig szoktuk. Annyi, hogy előre megvan a hagyma dénszelve külön, a húst ugyanúgy lepirítjuk rá, és akkor alapjában só, bors, piros paprika és ízvilágot azt majd be lehet állítani a egyéni szájíz szerint. Sós Gergely szerint a rendezvényen sokan készítettek birkapörköltet, ezért úgy döntött, hogy valami más kínál a vendégeknek. Ő pincepörköltet főzött, kicsit megbolondítva. A pincepörköltbe én most raktam combot, tarját, van benne füstölt húsos szalonna, pluszba én annyival bolondítottam még ezt meg, hogy van benne köröm meg farok. Aztán a legvégén ugye belekerül a burgonya, ami hasábra van vágva. A régi hajdu hagyományoknak megfelelően a hajdúböszörményi csapat slambucca rukkolt elő, melynek titkát Sőrés István el is árulta. Az étel száraz vagy lebbencs tésztából, krumpliból, szalonnából, vízből és sóból készül, de a forgatására nagy gondot kell fordítani, ugyanis 32-szer kell végrehajtani a műveletet, amit régen pontosan számon is tartottak a konyhákon. Régen a kátyával csinálták a pásztára, mert ugye az 32 lapból áll, és akkor mindig egy forgatás után egy kátyát kivettek a talomból, és amikor elfogyott, akkor lett kész. Hát itt mi most így sacra. Tehát nagyjából már a 32 megvan, én úgy gondolom, a forgatásban. De látszik a színén is egyébként, meg amikor meghasad a slambuc, tulajdonképpen ketté válik, akkor van kész. A Szlovákiából érkező nemes hódosiaknál a klasszikus marhagulyás rotyogott a fazékban. Nagy Vilmos elárulta, hogy ők több hasonló eseményen is megfordultak már, és ezek mindig kiváló alkalmak arra, hogy a magyarság összetartson. Biztos, hogy jó, biztos, hogy jó. Ilyen programok mindenhol járunk, Szlovéniába járunk, Magyarország túlsó felé, Őrségbe is járunk, úgyhogy ez kimondotta jó erre a program. A következő közösségépítő program augusztus 12-én lesz Nemeshódoson. Ott a nagy lakomán képviselteti magát újrónafő, az esemény célja pedig szintén az összetartás és a barátság fenntartása lesz.